Sziasztok! Ez a 15. videó, ami a Magyar Linux videók sorozatban megjelent, de a második a KDN Live bemutató videók közül. Alapokkal fogunk foglalkozni, azaz akinek már egy minimális alapja van a videóvágással, az unalmasnak fogja találni, de aki most kezd, vagy most szeretne a KDN Live-ra áttérni, annak egy kicsit hasznos lehet. Miről is lesz szó? Az ablakok rendszerezéséről, azaz kialakítok egy nekem megfelelő felületet. Beállítjuk a témát. Ez nem a videó témája, hanem a kinézet témája lesz. Szerintem ugyanolyan fontos egy kellemes munkakörnyezet, amikor nem ég bele a fehér háttér a szemedbe és a monitorodba, mint az, hogy használni tudd a programot. Egy kis trükköt, tippet adok, hogy a proxyt engedélyezni kell, ezzel egy kicsit a nézőképek, illetve a videók megjelenítése gyorsabb lesz. Bemutatom az alapeszközöket, de valóban csak az alapeszközöket, hogyan tudsz vágni, az üres hely és a mutató eszköz, illetve azt is megmutatom, bár szerintem alapbeállítás, hogy megjelenjen a videósoron a minikép, a nézőkép a videónál, illetve a hanghullám is megjelenjen, amivel egyszerűbbé, jobban pozícionálhatóvá teszed a videóvágást. Megnézzük, hogyan vágunk. Hú, ez aztán nem egy nagy dolog. A mozgatást és a törlést. Azaz, hogyan tudsz egy klipet jobbra-balra elmozgatni, illetve hogyan tudsz törölni egy klipet, amire nincs szükséged. Hozzáteszem, már az előző részben emlegettem, minden klip, ami egy darab. Azaz, ha levágsz egy fél másodperces videót, az is egy klip lesz. Mert az egy klip, és ha azt törölni akarod, akkor klippet törölsz. Megnézzük, hogyan tudjuk a hangot és a videót szétválasztani egy hanggal és videóképpel rendelkező állományból. Nagyon figyeljünk arra, és ezt kihangsúlyoznám, hogy az eredetihez nem nyúltunk hozzá, tehát nem egy olyan megoldást csinálunk, amivel a KDN Live-ban vágunk, törlünk vagy szétválaszunk, ami érinti az eredeti videót, hanem csak a KDN Live-nak mondjuk meg, hogy ebbe a részbe vágd el azt a videót. A ténylegesen az eredeti videóvágás nem fog megtörténni, illetve hát, mivel hogy szétszedtünk két videó klipet hangra és videósávra, így bizony kicseréljük az egyiknek a hang részét. Nézzük is meg, hallgassátok meg azt a videót, ami az eredeti. Itt elmondom, milyen gondolatokat fogunk tenni, mit, hol fogunk elvégezni, majd a cincálás, a vágás, csere, egyéb. Utána a kész videót tudjátok megnézni, hogy lássátok, milyen eredményt értünk el. Gondolom mindenkinek természetes, hogy ezeket a lapozgatásokat le fogjuk vágni. Itt, valahol. Ez lesz az első klip rész. Előbb szétvágjuk a klipeket, majd mozgatjuk a klipeket a megfelelő helyre. Arra figyeljünk, hogy az X gomb lenyomásával kapjuk meg a vágóeszközt, S-sel pedig a mozgatóeszközt. Ez lesz a második klip, ez egy totál fölösleges szöveg, amit ki kell vágni, majd a harmadikat nyilvánvalóan az első után oda fogjuk fűzni, most átmenet nélkül, bár általában én átmeneteket szeretek használni. Ez pedig a harmadik klip rész. Ezt kell az első után majd beraknunk, de a szöveget le kell majd cserélnünk a következő klip szövegére. Mivel elégedetlen voltam hivatalosan az előző klip szövegével, így erre fogjuk lecserélni, így megmutathatom azt, hogyan történik ez a művelet. Ahogy látni, egy kicsit másképp néz ki a KDN Live-om, hiszen egy picit átalakítottam. Így szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet az ablakokat egy kicsit odébb rakni, egy picit szebbé, egy picit kényelmesebbé tenni. Az első gondolat az, hogy nekem pontosan három ablak kell. Egyik a monitor, ahol látom azt, hogy éppen mit csinálok, a másik az, ahol látom, hogy hol és mit vágok, a harmadik minden egyéb. Így bizony nekem nem kell 4-5 nyitott ablak. Jó lenne, illetve hát természetesen lehet, hiszen erről beszélek, összecsoportosítani ilyen kis fülek alá az összes felesleges
időlegesen használt ablakot. Hogyan történik meg? Azaz a projekt, az effektusok, a tulajdonságok már össze vannak nekem egy ablakká téve, és lapozgatni tudok a tulajdonságok, az effektusok és a projektek között. Hogyan tudom a kompozitorokat, azaz az átmeneteket hozzátenni? Megfogom és ráhúzom az ablakra. Ennyi az egész. Ráhúzom az ablakra, ha éppen szét szeretném választani, például a projektet külön húzni, külön ablakba, meg tudod tenni, tudod változtatni a sorrendet, lényeg egyszerre, egy helyen van az összes, így bizony gyorsan válthatod a fülek között, amikkel, és nem foglalja el a négy ablaknak való helyet. Nagyobb a kinézet, nagyobb a hely, ahol te tudsz dolgozni. Két olyan beállítást érdemes megtenni, ami szerintem nagyon fontos. Az egyik technikai, a másik inkább a szemedet kíméli. Beállítások között kiválasztod azt, color sémát, színsémát, ami számodra legkényelmesebb. Van világosabb, van egy sötétebb témád, amit ehhez kapcsolódóan a stílust is tudod változtatni, hogyan nézzen ki az adott ablakkeret, az adott egyebek, én úgy gondolom, hogy ez egyéni dolog. A másik, ami már egy kicsit a vágáshoz, a gyors és hatékony munkához tartozik, a beállító ablak, KDN Live, rákattintasz, és a proxy klipet beállítod. Én már beállítottam, hiszen ezt a programot folyamatosan használom. Ez egy olyan kis proxy átmeneti állományt hoz létre a videóidból, amelyet te látni fogsz. Azaz nem jeleníti meg a nagy felbontású, esetleg nagyon-nagyon hosszú ideig renderelendő, tehát nézőkép készítendő videókat, hanem csak egy lebutított verziót látod. Ez sem az eredeti videót, sem pedig az elkészítendő videódat nem fogja érinteni. Erre mindenképp figyelj, illetve tudd, hogy a proxyt érdemes használni, nem befolyásolja az elkészítendő vagy a kész videódat, csak a menet közbeni megjelenítést teszi gyorsabbá sok esetben, illetve gyengébb gépeken. Az én gépem se egy túl erős, egy 5 éves gép, így bizony egy kicsit oda kell erre figyelnem. A következő dolog, hát ami a lényeg, a vágandó videót, amit az előbb láttatok, azt behúztam közé a Project Binbe. Megvan. Oké, itt van, rákattintunk, és a proxy klipet engedélyezzük, és kap egy kis P betűt. Jelen pillanatban nem történt semmi, mert ez durván 1 perc, 13 másodperces videó, azaz nem egy olyan, amelyiket érdemes, hogy is mondjam, nagyon proxyba rakni, de én megszokásból az összes videómat, amit használok, vágok vagy csinálok, proxyba rakom, és gyorsabbá válik a munkám. Gyorsabban megjeleníteti a képeket. Ez bizony kényelmes. A következő dolog, rá kell húzni a videósávot a vágó eszközre, azaz az idővonalra. Én vágóeszköznek fogom hívni, vágósávnak, de gyakorlatilag ennek a hivatalos neve természetesen idővonal. Ha rákattintasz az adott videóra, akkor rögtön a tulajdonsága fűrre fog váltani, de hogyha vissza akarsz menni akármelyikre, meg tudod azt tenni. Mi az, ami számunkra első körben nagyon fontos? Itt a minőséget állíthatod, előnézeti minőséget szoktam beállítani, picit gyorsabb, nem mindig normál módba érdemes véleményem szerint használni, nem a felülírás és nem a beszúrási mód, amit itt is tudnál változtatni, hanem a normál módba. Lehet, hogy én egy kicsit hagyománytisztelőbb, de kényelmesebb számomra, ha én teszek meg mindent kézzel, és ezeket a módokat a normál módban használok. A következő olyasmi, ami számomra fontos, ez a két akármi kis jelecske. Az egyik, ami ilyen kis mutatót szimbolizál, az a mozgatóeszköznek a ikonja, ha erre kattintasz a kiválasztó eszközzel, fogsz dolgozni, ezt a billentyűzetről az S betűvel éred el. A másik a vágóeszköz, nyilvánvalóan a vágóeszközt fogja előhozni, aminek a jelképe a billentyűzeten egy X, az S és az X nagyon kényelmesen két ujjal váltható, és nincs nagy távolságra a space-től, ami gyakorlatilag a videó lejátszását fogja elindítani.
Ti azért nem hallotok hangot, mert a hangot kikapcsoltam, hiszen a beszédem alatt nem kéne, hogy még egyszer az előző videót is mondjam. Halljátok, keveredjen a két hangsáv. Én nem akarok jelen pillanatban ezért a videóért két hangsávot is felvenni, kezelni. Mi az, ami számunkra fontos? Még egy darab eszköz van, ez pedig az üres hely eszköz, amivel csoportosított klipeket tudsz csoportosítás nélkül mozgatni. Ez egy nagyon kényelmes dolog, akkor, hogyha több klip van az első részben, és több klip van egymáson effektelve a második részben, és a kettő között egy üres hely van. Ezeket az üres helyeket tudod ezzel szabályozni, annélkül, hogy az adott klipeket különösebben csoportosítanád. Majd a későbbiekben rá fogunk térni. A másik, ami igazából fontos, ez az alsó rész. Gyakorlatilag meg tudod jelenítetni azt, hogy képek, azért arra szükség van, látni akarom, mit vágok, hangok, na, hogy a hangokra is szükségem van. Miért van a hangokra szükségem? Mert a hanghullámból tudom, hogy éppen az, amit vágni akarok, az pontosan hol van. Vizuálisan az ember, hát nyilvánvalóan egy idő után megszokja, hogy a hangot is látja, és avval könnyebb vágni. Az első dolog, hogy ahogy beszéltük, le fogjuk vágni a legelejéről azt a részt, ami igazából, ahogy lapozgattam a diakockákat, amire nincs szükség. Hát, hogy kényelmes legyen vágni, egy picit bele szeretnék nagyítani, a belenagyítás Ctrl-Egér gombbal tudod megtenni, vagy pedig itt van ez a kis csúszka, amivel a videó hosszát, mármint az, hogy mennyit látsz, milyen távolságban látod, milyen közelítésben látod, milyen rázumulással látod a videódat. Én szeretem ezt egy kicsit jó nagyra venni, és akkor kényelmesebben vágunk. Az elindítás nagyon egyszerű, az elejére megyünk a klipnek a Home gombbal, ott is vagyunk, és elindítom a lejátszást. Megvárom azt, hogy odaérjünk ahhoz a ponthoz, és én hallom a fülesen keresztül, hogy hol mondom, amit le akarunk vágni. Elérkeztünk az első hanganyaghoz, ami azt mondja, hogy éppen itt kéne vágnunk. Lehet is látni fölvezető, üres hely, én minden klip előtt szeretek egy kis üres helyet hagyni. Itt van az a duma, hogy hát bizony, és láttátok a képen, hogy lapozgatni kell, és itt mondom, hogy itt, és akkor itt kéne én vágni. Rákattintunk a vágó eszközre, és levágjuk. Erre a videó részre már nincs szükség, hiszen ez egy olyan, ami a bevezető rész volt, amikor állogattam a gépet, pontosan azért, hogy lássuk, hogy rákattintunk, és del. Del gombbal eltöröltük, és bizony, itt van egy üres hely, ahogy lejátszás közben is látjuk, nincs ott semmi. Mi a következő dolog? Nyilvánvalóan egy videót nem így kezdünk, hanem fogjuk, és ide húzzuk ahhoz a ponthoz, ahol kezdődik, tehát a nulla ponthoz. Majd megkeressük a második, harmadik vágó helyet, ahol vágni szeretnénk. Ez nagyon egyszerű, vagy kattingatsz és közelítéssel minél közelebb megtalálod, vagy pedig éppen végig játszod, végig futtatod a videót, mivel ugye ez egy rövidebb videó anyag, és igazából oda kell figyelni, mint minden vágáskor, pontosan ott vágjunk. Miért? Mert hogyha rossz helyen vágod, és nem törlöd a kivágott részeket, akkor semmi gond nincs vele gyakorlatilag, hiszen még egyszer tudsz vágni és csoportosítani, ide-oda tologatni a klip részeket, de maradjunk annyiba, hogy minél kevesebb vágás van, annál kényelmesebben tudsz effektelni, hiszen az effektek nem ugranak át a következő klipre, azaz keressük is meg azt a pontot, hogy hol vannak azok a vágási pontok, amelyeket már előre kijelöltünk magunknak. Gyakorlatilag elértem az első klipnek a vágási helyére. Itt van, és a kurzor előre-hátra billentyűvel tudok léptetni.
elértünk a ponthoz, ahol vált, itt vágunk, oda megyek a vágóeszközhöz, és vágás, és vágunk, azaz, amit láttatok, hogy nem láttátok a vágást, nem akárhova kattintgatunk, hanem az adott klipre. Azaz, nem tudsz olyat csinálni, hogy a V2-es videósávra kattintasz, és a V1-eset vágod el, hanem mindig arra a klipre, hangsávra kell kattintani, amit vágsz. Oké? Ez egy biztonsági dolog, nem tudod elbénázni nagyon a vágást, mást elvágni. Egyébként Ctrl-Z-vel vissza tudod vonni természetesen a vágást. Szintén megkeressük a második klip után a harmadik klipet, egy kicsit pozícionálok, és egy gomb, és megvan, és le fogom vágni, ugyanígy oda megyek, és pontosan rá, és klipvág, megvan az egyes, kettes klipünk, már nincs egyéb teendőnk, hiszen tudjuk, hogy van egy harmadik, negyedik klip, amiben a hanganyagot cserébelni fogjuk, megkeressük azt a klip váltást. Oda megyünk, beállítjuk pontosan, és vágunk. Oda megyünk, egy picit rászoktam nagyítani, hogyha nem találom el rögtön a vonalat, és kész, le van vágva. Ami lényeg, megtörtént a vágás, én a végéről az üres helyeket nem vágom le, majd akkor szoktam az üres helyekkel, átvezető részekkel, effektekkel, vagy éppen átmenetekkel dolgozva levágni akkorára, amekkorára kell. Sokkal kényelmesebb, hogyha rajta van egy üres hely, amin nem beszélek, alá tudok más hangsávot tenni, ott van a kép, hogyha véletlenül kicsúszok a képek közül, a videó rész és a hanganyag nincs szinkronba, egy kicsit egyik hosszú, a másik rövidebb, akkor bizony itt tudok egy kicsit manipulálni vele, átteszem mutatóeszközre, és mit beszéltünk meg? Az egyes klippet, ez az eleje, ez az első klip, ide is van írva, azért írtam föl. A második kliphez oda megyünk, ez egy felesleges szöveg, amit ki kell vágni, és az első mögé a harmadikat betenni. Hogyan vágunk ki egy klipet, törlünk ki egy klipet, ahogy az előbb mutattam, delete gombbal el fogjuk tüntetni, és van egy üres hely. Hát bizony két lehetőségünk van, vagy egy ide húzzuk, de akkor meg itt lesz üres hely, vagy ide rákattintunk, és az üres hely eltávolítása, és akkor az mögötte lévő azonos sávon lévő klippek csoportosan oda csapódnak az előzőhöz. Még egyet meg szeretnék mutatni, hogy ami fontos, ezt az üres helyet tudod ebből eltüntetni, ezt nem. Tehát a klippek, ami mögötte van, azok ugyanúgy megmaradnak, klip, ha üres hely van, üres hely, klip, és a többi, azaz nem tűnik el egy esetleges számodra fontos üres hely, azzal, hogy az üres hely eltávolítását használod, de itt is használhatod, és akkor eltűnik. Azaz megvan az első feladatunk, hogy az első klip után befűztük a második klipet. Aha, és utána a második, ami gyárilag eredetileg a harmadik volt, az alá fog bekerülni ez a szöveg. Ez a szöveg. Hogyan? Most, ha én megpróbálok szövegre, a hanganyagra kattingatni, kattingatok, delete gombot nyomom, eltűnik a videó is. Hát ez azért problémás, Ctrl-Z-vel vissza tudod szerezni. Mit kellene ilyenkor csinálni? Hát az a megoldás, hogy a hang és a videó szétbontott két részre. Azaz hiába látod, hogy videó egy vagy audio egy sáv, az nincs külön, hanem egybe van, amikor a videót ráhúzod. Így bizony ezeket egymástól függetleníteni kell. Menüsorból is elérhető, de szerintem billentyűvel vagy, hogyha éppen egérrel dolgozol, akkor egér jobb gomb, rányomsz, és mint ungroup csoportosítás, talanítás, és rányomsz, és akkor látod, hogy a videó és az audio sáv
külön vált. Hát itt a videósávot visszateszem a helyére, és itt pedig oda mozgatom az audiósávot, ahol akarom. Itt nyilván nem mozgatni akarom, hiszen az egész dumát ki akarom hanganyagot cserélni alatta, akkor bizony rányomok, hogy delete, és eltűnik nem a videó és az audio együtt, hanem csak a kijelölt audio. Szétválasztottam az audiót és a videó részt. Ugyanezt a másiknál is meg fogjuk tenni, és csoportosítás megszüntetése, itt nem az audiót, hanem a videósávot fogom letörölni, és akkor mit teszek? Aláteszem a hanganyagot, és egy kicsit belenagyítok, és itt látni, még jobban belenagyítok, és itt látni, hogy van egy üres rész. Én, ahogy mondtam, szeretem a klipek előtt, klipek után az üres részeket. Miért? Mert oda tudok tenni, átmeneteket képezni. Két videó átmenet között macerás akkor szép átmenetet csinálni, hogyha mind a kettőnek, az elsőnek a végén is dumálok, meg a másodiknak az elején is közvetlenül dumálok. A két hanganyaggal valamit csinálni kell, hiszen két szöveg egymáson az káosz, érthetetlen. Ezért szeretem az üres helyeket meghagyni. Oké, hát az üres helyre itt most nincs szükség, ide megyünk, vágunk, látható, nincs csoportosítva, így bizony azt vágja át, amelyiket én éppen szeretnék, a hanganyagot. Visszamegyünk ide, vagy megnyomjuk az S gombot, majd kitöröljük, megfogjuk, helyrehozzuk, hiszen a videoklip elején szeretnénk hallani azt a szöveget, amit hozzátettünk, amit alávágtunk. Ez lehet egyébként egy egyéb zenei szám is, amit éppen egy klip alatt kicserélsz, tehát akármi. Akármi, akár egy felvezető szöveg, a klip, zajos klip, mondjuk egy felvétel, egy természetbe való felvételnél, az utcán való felvételnél leveszed az eredeti hangsávot, leválasztod, kitörlöd és beteszed alámondott szöveget vagy a zenét, így meg tudod tenni. Oké. És az nagyon kényelmes, hogy nem tudod rátolni az előző hanganyagra, rátolni az előző videóra, hanem rácsapódik, rápozícionál pontosan, és ilyenkor bizony már mit kell csinálni, az eleje megvan, akkor meg kéne nézni a végét is, és a végét is meghallgatjuk, és itt levágom. Levágom, és eltüntetem. Hát abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy van egy farkincája, azaz a videó elfogyott, és itt pedig van egy olyan rész, ahol pár hang mögéje került. Két megoldást tudsz ilyenkor tenni. Vagy azt csinálod, mivel hogy ez egy egyszerű videó, kép, állókép videó, hogy ebből levágsz egy darabkát, majd Ctrl-C, Ctrl-V, kivág, beillesz, és mögéje teszed. Hát ez bizony nem minden esetben tudod megtenni ilyen egyszerűen, főleg akkor, hogyha mondjuk egy eseményt videózol, és a végén a hang és a videó nem egyforma hosszúra sikeredett, de itt meg tudod tenni, majd annyi az egész, hogy olyan hosszúra levágod, bepozícionálod, amilyen hosszú a videó, és akkor egy picit odébb, Ctrl-Z, Ctrl-Z, egy picit odébb, így, és már egyforma is a vége, és már egyforma is a videó hossza az audio hosszával. A másik megoldás, ami egy kicsit macerásabb, és oda kell figyelni, hogy beszéd közben rengeteg szünet van. Pár másodperces videó csúszás, a hanganyaghoz való csúszás meg tudod oldani, későbbiekben lesz szó, hogy a videót egy nagyon picit lassítod, vagy a hanganyagot egy kicsit lelassítod, fölgyorsítod, hogy egyforma legyen, de azt is meg tudjuk tenni, hogy a hanganyagból kivágunk részeket. Nyilvánvalóan nem az, amikor beszédet vágsz ki, hanem egyszerűen üres helyeket kivagdalsz. Itt látható egy üres hely, amit kivágunk, rákattintunk, és elmozgatjuk, és akkor már láthatóan egyforma is a vége. Ha még egy picit, nagyon picit vágunk itt, egy üres hely,
ahol nem beszélek, vagy levegőt veszek, vagy éppen egyéb hangokat adok, azt kivágom, és már egyforma is, azaz megvan az az eljárási mód, hogy vagy a videóhoz toldunk, vagy a hanganyagból vágunk, vagy éppen fordítva, hogyha más a sorrend, más a hossza. Tudjuk külön vágni a videót, tudjuk külön vágni a hanganyagot is, a hangot is, tudjuk egymáshoz igazgatni. Mutatnék még valamit, ehhez egy kicsit átrendezgetem a dolgokat. Megfogom, idehozom, láthatóan ráütközik. Oké, beállt, ez is beállt, ez is beállt. Van egy csomó videónk, vagy még van olyan is, hogy esetleg effektet használtunk, és esetleg másik videósávot is használunk. Ha ilyenkor ide kattintasz, az üres hely eltávolításánál nem fog semmi történni. Akármit választasz ki, nem az történik, ami logikus lenne, hogy az egész grup, ami itt van mögötte, az üres hely mögött, egybe, szinkronba előreugorjon, hanem annyi történik, hogy hát, hogyha ide üres hely beszúrása, nem, bocsánat, üres hely eltávolítása, nem történik semmi. A másik lehetőség, hogy az egész track, a trackből, az egész tracket előrehozod, így, de akkor meg a hang csúszik el. Megteheted azt, hogy oké, a hangot is hozzávágod, de hát, bocsi, de itt mi történt? A másik videósávról nem sikerült az effekteket, vagy egyebeket a másik videósávot áthozni. Ilyenkor fogjuk ezt az eszközt, és ide toljuk, látod, csoportosítva tudod mozgatni. Azaz, nem kell arra figyelned, hogy ezt a sávot idehúzd, ezt a sávot idehúzd, majd újra bepozícionáld az üres videósáv helyére a videódat, ezt a videót, mert megy a videó, ezen a sávon semmi van, a másik sávon lévő videót szeretnénk lejátszatni, bemutatni, ez a hanganyaghoz, szinkronba, hát bizony, ezzel meg tudod tenni, hogy az egészet mozgatod egybe, az egészet tudod mozgatni, tehát úgy tudod mozgatni, hogy nem csoportosítottad a videókat a hanganyaggal, a hanganyagokkal, mert most egy hangsávot mutattam, de ez lehet több is, hiszen beszél az ember zene, váltásokat is meg lehet szépen csinálni, hanem egybe tudod mozgatni, egybe tudod az összes olyan sávot, már most csak kettő van, illetve három, mert ott a második videósáv is, amire neked szükséged van. Oké? Tehát nagyon kényelmesen tudsz gruppokat, csoportokat egyben elpiszkálgatni, de nem csak az üres hely eltávolítása, hanem egybe a csoportosítást is el tudod mozgatni. Ez akkor fontos, például, ha én itt el szeretném vágni a hanganyagot és a videót, van egy előre elkészített első rész, felefektezett, ide-oda beillesztett képek, hangok, egyebek, és utána jut eszembe, vagy azt szeretném, hogy bizony ide egy harmadik videót szeretnék betoldani közéje, akkor bizony megfoghatod az egészet. És el tudod távolítani, és ide be tudsz illeszteni egy videót. Annélkül, ennélkül, a lehetőség nélkül egyesével tudod mozgatni, és akkor újra be kell pozícionálni, hogy hoppá, a végétől elment, hoppá, hát ez aztán jobb lenne, ha itt lenne a vége, akkor ez ide tartozik, ilyen mozgatásokat ezzel csoportosítás nélkül meg tudunk tenni. Most megnézhetitek a kész hanganyag, videóanyag együttesét, amit készítettünk, nem egy nagy produktum volt, lényeg volt az, hogy bemutassam a vágásokat, bemutassam azokat a technikákat, műveleteket, amivel vágni tudsz, mozgatni tudsz, csoportosan tudsz mozgatni, illetve a hangsávot szétcincáltuk a videótól, és külön-külön vágtuk, hogy bizony azt külön tudjuk mozgatni, ide-oda rakosgattuk a hangomat. Ez lesz az első klip rész, előbb szétvágjuk a klippeket, majd mozgatjuk a klippeket a megfelelő helyre,
arra figyeljünk, hogy az X gomb lenyomásával kapjuk meg a vágóeszközt, S-sel pedig a mozgatóeszt. Mivel elégedetlen voltam hivatalosan az előző klip szövegével, így erre fogjuk lecserélni, így megmutathatom azt, hogyan történik ez a művelet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkit arra kérek, hogy próbálja ki, amiről beszéltem. Több idő volt meghallgatni, átnézni ezt a videót, mindamennyit a gyakorlásra érdemes szánni, hiszen ezek a műveletek egyszer kipróbálom, hogyan vágok, egyszer kipróbálom, hogyan mozgatok, egyszer kipróbálom, hogy a mozgatás és üres helyes eszköznek mi a lényege, hogy csoportosítva tudod mozgatni a klippeket, klip együtteseket, akkor bizony ezután már 5 perc gyakorlás után már fél profi módon tudod ezeket ellátni, de ezek nélkül nem fogsz normális videót készíteni, hiszen ezek alapműveletek. Ha tetszett, lájkoljátok, ha sok lájk összejön, vagy sok nézettség összejön, akkor bizony én folytatni fogom ezen videóknak a készítését. Jó sok ötletem van, azaz érdemes lájkolni. Köszi szépen, sziasztok!